Minden dicsőség az Úr, én úgy gondolom, hogy megérzitek és megéreztük mindannyian azt, hogy ez, ami az ő életében is történik, csak is Isten szellemének a munkája, hiszen mi emberek emberileg túl sokat nem tudunk tenni, vagy ha tudunk is tenni, az egy emberi dolog. Viszont egy új szövetségben élünk, egy olyan világban, egy olyan környezetben élünk, amikor Isten kiárasztotta a szellemét a földre, és arra hívott el bennünket, hogy ebben éljünk. Isten szelleméről beszélni, úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy áldás, nagyon csodálatos dolog. Említette a Zsuda, hogy 70%-ban a Biblia mivel foglalkozik, én meg azt tapasztalom, hogy a Biblia 100%-ban Isten szellemének a munkájával foglalkozik. Ahogy így elkezdtem egy csöppet is kutatni és nézni, hát a Biblia második verse már Isten szelleméről szól, és a Biblia utolsó verseiben is ugye azt mondja, hogy a szellem és a mennyasszony. És ebben egy nagyon érdekes folyamat is benne van. Látom, hogy az idő eltelt, úgyhogy ne izguljatok, nem fogok hosszan beszélni. Talán a bevezetőjét elmondom annak, amivel ma készültem. Vagy inkább azt, amire a Szent Szellem vezet. Mikor néztem ezeket a dolgokat, akkor azt tűnt fel, hogy tényleg ott van a Bibliának a második verse, hogy a föld kietlen és puszta volt, és Isten szelleme lebegett, és ennek a lebegésnek is, ha megnézitek az eredeti szót, sok jelentése van, tehát egy tetrekész vibrálást is jelent ez a lebegés, nem csak egy olyat, mint mikor egy pihe úgy lebeg, mert a szellő fújkálja, hanem ott van az energia, ami körbevette a Földet, és így kezdődött el az egész történet ezen a Földön. De mégis abban a pillanatban látjuk azt, hogy így is mondja az ige, hogy a Föld tohu és bohu volt, a héberül tudók ezt rögtön el tudnák mondani. Kietlen és pusztát könnyű így, mivel már lefordították. Hiába próbálom itt tenni a nagyot, ugye? De a tohu és bohuban nem mintha tudnék héberül, csak azért egy-két szót. A tohu és bohu az több, mint kietlen és puszta. Az azt jelenti, hogy valami, ami radikálisan, durván, kegyetlenül le volt rombolva és pusztává, mint ahogy, ha láttok ilyen képeket, ahogy kinéz egy háborús képen egy lebombázott város. Körülbelül úgy nézett ki a Föld. Vagy ennél még rosszabb, teljesen kietlen, teljesen puszta, teljesen hát valamilyen szinten lebombázva. Sok teória van róla, hogy miért volt ez így, és nem akarok belemenni, tényleg nem ez a cél. És ott volt Isten szelleme, körbevette az egész Földet, és azt mondja, hogy lebegett a vizek felett, hát nem csak a vizek felett, hanem az egész Földet körbevette Isten szelleme, lehet, hogy az egész Földet víz borította akkor, és egyszerűen ott volt az a vibráló energia, az az erő, az a robbanásra kész atmoszféra, amiben Isten csak beleszólt, kimondott egy szót, és abban a pillanatban minden megtörtént. És ha Isten szellemére gondoltok, akkor mindig így gondoljatok rá. Isten szelleme az, ami Istennek a beszédét megvalósítja, ami létrehozza. Ha valamit Isten kimond, akkor az nem egy száraz valóság, az nem egy olyan mondat, ami mindegy, hogy elhangzott vagy nem. Ha Isten valamit kimondott, mivel ő Isten, és mivel Szent Szellem is Isten, és ők tökéletes egységben vannak, ezért ha valamit Isten kimond, kijön a száján, ez a, mondjam úgy, robbanásra kész, tetre kész erő, maga a Szent Szellem, alig várja, hogy azt megvalósítsa. És megtörténik. A teremtés így történt meg. Így valósult az meg, hogy Istennek csak szólnia kellett, hogy legyen fény, és lett fény, ami addig nem volt. Istennek csak szólnia kellett, hogy dolgok elmozduljanak, és a dolgok elmozdultak. Istennek csak szólnia kellett, hogy nem létező dolgok valóságá váljanak, és megvalósultak. Istennek csak szólnia kellett, hogy pesdüljenek a vizek halakkal, és a vizek pesdültek halakkal. Istennek csak szólnia kellett, hogy hozzon a Föld
Hát nem tudnám megmondani. Szeretem az állatvilágot, de szerintem még mindig nem tudja az emberiség, hogy hányféle állat van. És azzal együtt, hogy már nagyon sok kipusztulóban van, tehát még fogynak is ráadásul, de még mindig nem hiszem, hogy az összes állatfajta fel van fedezve az embertől. A bogarakról meg nem is beszélve. Azokból meg annyi van, hogy tényleg csak a, már szinte csak a fajokat tudják katalogizálni, és az alfajokat meg már nem is bonyolítják vele az életüket, már a tudósok sem, mert annyi féle van. És ez úgy jött létre, hogy Isten azt mondta, hogy legyen. És egyszerűen csak létrejött, úgymond a Föld hozta, teremte. Ők is valamilyen szinten a Földből vannak. Mint ahogy mi is. És ugye az egésznek a csúcspontja az volt, amikor Isten végignézett a teremtésen, a hatodik napon, és azt mondta, hogy minden, amit eddig csináltam, jó, és mégis valami hiányzik. Szükség van arra, hogy legyen egy olyan jelenlét a Földön, amely kormányozni tudja ezt az egészet, vagy művelni tudja, vagy rendben tudja tartani. Csúnya szóval uralkodik rajta. De nem csúnya szó az uralkodni, mert ha az uralkodás jól működik, akkor az nem csúnya, hanem az uralkodás, ugye, mikor jó királyokról hallunk, akkor az uralkodás az egy áldás. Az uralkodásban védelem van, az uralkodásban biztonság van, az uralkodásban ellátás van. Az uralkodásban akár még szeretet is van, főleg, ha itt Istenről van szó, ugye. És akkor Isten egy olyat gondolt, és mikor Istenre gondolsz, akkor gondolja arra, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem együtt, mert úgy is van az igevers, nem olvasom el, mert tényleg egy 10 perc múlva abba fogom hagyni. Mikor így azt mondja az ige, hogy teremtsünk embert, nem véletlenül van az, hogy teremtsünk, hanem ebben benne volt az egység. Benne volt az Atya, benne volt a Fiú, aki már úgymond megszületett, hiszen minden teremtése előtt a Fiú már létrejött, már megszülte Isten. Most ez megint másik órákat lehetne magyarázni róla, hogyan szül az Isten, de hát kérjétek Szent Szellemet, és majd elmagyarázza nektek. De minden esetre megtörtént, és ugyanakkor pedig ott volt a Szent Szellem is, és mindannyian együtt elhatározták, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És ez egy elképesztő dolog, hogy arra vagyunk teremtve, hogy Isten képére és hasonlatosságára uralkodjunk ezen a földön. Mindazt, amit Isten teremtett, mindazt, amit erre a bolygóra helyezett, és most így nagyon konkrét az, hogy erre a bolygóra, azért vagyunk, hogy itt Istent képviseljük. De ott, akkor, abban a helyzetben azt mondja az ige, talán az ige helyett megmondom, hogy aki meg akarja keresni, az 1 Mózes 2:7-ben van ez, és ott azt mondja, hogy úgy teremtette Isten az embert, hogy megformálta a földnek a porából, és aztán az ő életet adó lehelletét belelehelte, és így lett az ember élő lélekké. Az a szellem, ami Istennek a saját szelleme, belénk költözött. Beleköltözött gyakorlatilag egy földből formált hús testbe. És talán nagyon nehéz ezt fel is fogni igazából. Hogy létezik az, hogy Istennek egy része, Istennek a szelleme, az, ami valójában Istennek a lényege. Mert tudjátok nagyon jól, hogy Isten, ő maga szellem. Isten szellem. És azért fogok igét is olvasni, megnyugtatok mindenkit. Hát igen, mert ez a mai világnak, amiben ma élünk, ez az alapállása, az az ige, amit el fogok olvasni. És ez az élő szellem, Istennek az élő, életet adó szellemet belé költözött egy hústestbe, ezek vagyunk mi emberek. És ugyanakkor nagyon érdekes az is, hogy rögtön, amikor ez a vers van, ha az ember teremtését megvizsgáljátok Mózes második első részének a 20-valahányadik versében és a második résznek a verseiben, egy érdekesség van benne. Először azt mondja, hogy teremtett embert, uralkodjon, csinálja ezt, meg azt, meg amazt.
De amikor Isten szelleméről szól, hogy képünkre, hasonlatosságunkra is belelehelte a szellemet, akkor azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Óriási misztérium, óriási titok az, hogy miért, mint ember, így szólít meg bennünket Isten, hogy férfi és nő. És ezzel nagyon szeretném rombolni azt a, nem tudom, évezredes hiedelmet és teológiát, hogy a nők bármilyen szinten is másodrangúak, vagy alacsonyabb rendűek, és gondolom, hogy így a tájföldi tapasztalatok után bennem ez nagyon-nagyon visszhangra talál, hogy elképesztően gonosz dolog az, amit Sátán tesz az ember, mondjam így, felével, a nővel. És tényleg én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon Istennek a szívén van, és nagyon fontos terület az, hogy abból az elnyomásból, abból a gonosz kizsákmányolásból, megszégyenítésből, megalázásból, amiben hát gyakorlatilag szinte mondhatni, hogy az egész emberi történelem alatt a nők élnek, hogy ebből végre felszabaduljanak. Lehet nem fog megvalósulni az egész földön, de legalább a gyülekezeteinkben valósuljon meg. És ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy imádkozzunk. Mert Isten úgy lát bennünket, mint férfi és nő, és így vagyunk ember, és így adta belénk a szellemét. Benne volt, ha már most nagyon gyakorlatilag akarjátok nézni, Ádámban a teremtéskor már benne volt Éva. Az, hogy később kivették belőle, és külön személyiségként megnyilvánult, most lehet azt mondjátok, hogy most egy valamiféle eretnekség, amit mondok, de ez is példázza magának Istennek a tulajdonságát. Hogy ő is atya és fiú. Egy személy és egy másik személy. És mégis az örökkévaló Szent Szellem által egyek. Sőt, mind a hárman egyek. Majd egyszer megértjük, ugye? Tudjátok ugye a viccet, amikor egyik prédikátor megkérde a másikat, hogy te tudod, hogy van az az igeves? Ó, várjál, elmagyarázom. Hagyjál már magyarázni, én is tudom. Szóval vannak ilyen dolgok. De visszatérve, ugye ott van a teremtés, és akkor lettünk asszonnyá és férfivá, és Isten szelleme belénk lehelve, és ettől lettünk élő lélek. És elindult az emberi történelem, és valahol már Mózes első könyvének a 6.-7. része felé ugye megtörténik az, hogy megnyilvánul az, amiért a földre lettünk teremtve. Azért lettünk a földre teremtve, hogy műveljük a kertet, és hogy vegyük az egész földet a birtokunkba. Ez egy picit megint csak a mai alapállásnak az előképe. Most is úgy élünk, hogy itt vagyunk a gyülekezeten belül, ez a kert. Itt vagyunk biztonságban. Itt van fa, van miről enni, van táplálék. De a cél az, hogy kimenjünk és uralom alá vegyük az egész földet. A Biblia tele van, tele, gyakran ismétlődő előképekkel. Ugyanez lett volna az ember feladata is. Éljen a kertben, erősödjön meg a kertben, kerüljön jó kapcsolatba Istennel, és aztán menjen ki és vegye uralma alá az egész földet. Egyrészt egyénenként, másrészt pedig azáltal, hogy elszaporodik a földön. Ugye ez is egy jó taktika. Érdekes módon a muzulmánok sokkal jobban értik ezt, hogy így kell uralmat venni egy országba, beköltözik 3 család, 2 év múlva már 30-an vannak, 10 év múlva már 2000-en. Ez így működik. De nem, mi nem feltétlenül így kell csináljuk. De ugyanakkor az, hogy kimenjünk, és Istennek az uralmát kivigyük a földre, ez továbbra is a mi feladatunk. A probléma az, hogy ugye bejött az engedetlenség. Bejött az, hogy az ember valamilyen szinten elszakadt Istentől. Ugye ez a bűnbeesés. Nem maradt fent a kertnek a biztonsága, nem maradt fent a minden este Istennel való együtt a sétálás, amit Ádámnak és Évának ez volt minden este a program, hogy Isten leszállt hozzájuk, és együtt sétáltak hűvös alkonyatkor, és megvolt az igazi közösség, hanem elkezdődött
egy nagyon érdekes történet. Erre is van egy teóriám, hogy úgymond miért engedte meg Isten a bűnbeesést, nem engedte meg, hanem egyszerűen ez az a szabad akaratnak a kockázata. Benne van, bármikor dönthetünk így is, úgy is. A lényeg az, hogy Isten tényleg bármiből ki tudja hozni a jót. Én meg vagyok róla győződve, hogy az, hogy az ember elesett a bűnben, óriási küzdelmekbe és óriási veszteségekbe is valamilyen szinten került, és főleg Istennek, ha belegondolunk, hogy a saját szellemét adta minden egyes emberbe, minden egyes elvesző ember veszteség, és mégis mindazok, akik pedig tiszta szívből, saját akaratból megtérnek Istenhez, és képviselni fogják Istent ezen a földön, egy még nagyobb áldásban és egy még nagyobb kárpótlásban részesülnek, mint amiben eredetileg Ádám volt. Testvéreim, ti most valójában, bármennyire is nem vagyunk tudatában ennek, és bármennyire nem nehéz elhinni, valójában jobb pozícióban vagyunk, mint Ádám és Éva volt eredetileg. És ahova ki akartam, ugye el akartam érni, mondtam, hogy a bevezetőt elmondom, hogy a Biblia utolsó lapjain pedig az történik, hogy a szellem üzen a gyülekezetnek. A szellem és a mennyasszony. A szellem és a mennyasszony. Folyamatosan erről van szó. És ez történik most. Egy olyan korba élünk, egy olyan korszakba kerültünk be, amikor nem olvasom el akkor az igét mégsem, de megpróbálom valamilyen szinten idézni. A János a negyedik részében tudjátok a történetet, amikor a kútnál találkozik Jézus az asszonnyal, és a lényeges üzenet benne az, hogy Isten szellem. És mindazok, akik Istent imádni akarják, szellemben és igazságban tudják ezt megtenni. És még ott van egy másik kijelentés, az első, amit gyakorlatilag Jézus mond ennek az asszonynak, mert ugye azzal kezdődik, hogy adj innom, és akkor utána pedig az, hogyha te tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te kértél volna vizet tőlem, és én adnék neked vizet. És az a víz, amit én adok, az egy olyan víz, hogy soha többé nem szomjazol meg, hanem egy örök életre és egy örökké buzgó vízforrás lesz a bensődben. És ugyanez a János 7.37-39-ben, az ünnep utolsó nagy napján, mikor már mindenki ki van a sok ünnepléstől, feláll, hát nem, az ünneplésben ugye lehet fáradni, a legfárasztóbb dolog a világon. Jézus feláll az ünnep utolsó nagy napján, és felkiált, és azt mondja, hogy ti, akik szomjaztok, ti, akik már rájöttetek, hogy akármennyit ünnepeltek, akármit csináltok, akárhány áldozatot hoztatok Istennek, a bensőtök még mindig szomjas, na itt vagyok. Most gyertek hozzám, és adok nektek élő vizet, és az a víz ugyancsak pont ugyanazt idézi, mint amit azelőtt a János 4-ben az asszonynak mondott, egy olyan élő forrásá válik benned, hogy soha többé nem szomjazol meg. És a János 7 már ugye gyengébbek kedvéért magyarázza is, mi vagyunk a gyengébbek, hogy itt a Szent Szellemről van szó, amit majd Jézus ad azoknak, akik benne hisznek, és hogy ez addig nem volt, mert addig nem osztatott meg az egész emberiséggel a Szent Szellem, hanem időnként itt-ott amott betöltött egy-egy embert. No, de most ebben a helyzetben vagyunk. Mi vagyunk az a bizonyos mennyasszony, mi vagyunk az a bizonyos gyülekezet, akikben ez a szellem benne él, most Pálnak a szavaival élve, ha benne él. Tehát azért ez egy lényeges dolog, hogy igen, éljen bennünk ez a Szent Szellem. És ezáltal az örökkévaló, isteni személy által, Isten szelleme által vagyunk képesek megtenni azt, amire igazából, amiről szól az Új Szövetség, hogy szellemben és igazságban imádjuk Istent. Ehhez hasonló módon árad, amikor a Szent Szellem árad, és a zúgó szél jön, és leszáll rátok,
és a kettős tüzes nyelvek, hogy kell ezt csinálni? Ezentől ez lesz a jelszó. Megnyomjuk, és akkor na most. Jó, tehát tényleg meg fogok itt állni, és remélem, hogy lesz lehetőség igazán az igékben is tovább elmenni. De ezt láttam meg, ahogy leültem ezt a dolgot tanulmányozni, ott van az első pillanattól kezdve, ahogy a Biblia elkezd íródni, az utolsó pillanatig, ahol befejeződik, folyamatosan arról van szó, hogy Isten az ő szellemén keresztül hogyan valósítja meg a munkáját és a tervét itt a Földön. És a nagyon-nagyon jó hír, amivel szeretném az étvágyatokat és a szomjúságotokat felkelteni, az, hogy Isten nem önmagában cselekszik, hanem itt, ezen a Földön, ebben a korszakban, amiben mi élünk, rajtunk keresztül cselekszik. Mi vagyunk a keze, mi vagyunk a lába, mi vagyunk a szája. Úgy, ahogy zsuzsáék elmennek, és kéz, és száj, ugyanígy mindannyiunkat erre hívott el valójában Isten, hogy ezt megtegyük, vegyük Istennek a szellemét, és az ő ereje által menjünk, és tegyük a dolgunkat. Amen.